Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket ezen a csodálatos hétfői napon. Akkor, amikor az emberről beszélek bármilyen csoporton, szoktam hangsúlyozni, hogy az ember egy biopszichoszociális lény. Mit is jelent ez tulajdonképpen? Hát azt, hogy a testi, lelki, valamint az a kapcsolati háló, amiben élünk, azok a kapcsolatok, amiket működtetünk, az nem elválasztható egymástól. Mindegyik hatással van a másikra. Ezért én arra gondoltam, hogy erre a hétre felkérlek titeket egy kihívásra. Mégpedig egy olyan gyakorlatot fogunk játszani, mert játszani milyen jó, amiben a kapcsolatainkat fogjuk ápolni. És én most azokra a kapcsolatokra gondoltam elsősorban, akikről az utóbbi időben elfeledkeztünk. Biztos, hogy vannak olyan szomszédaink, olyan általános iskolai barátaink, vagy olyan főiskolai csoporttársaink, vagy egy olyan barátunk, vagy egy olyan ismerősünk, akivel egy tanfolyamot jártunk végig, akikkel lehet, hogy évek óta nem beszéltünk már. Én azt gondolom, hogy ez egy remek lehetőség, hogy felelevenítsük azokat a kapcsolatainkat is, akik valamiért az évek elmúlásával így megszűntek, vagy így eltávolodtunk egymástól. Ugyanakkor, amikor ránézünk a Facebook ismerettségünkre, akkor látjuk, most mondok egy számot, 438, és ebből mondjuk lehet, hogy 400-al nem is tartom a kapcsolatot. Válasszunk ki a héten 5 olyan embert, akikkel évek óta nem beszéltünk. És minden este választhatok ki egy olyan ismerőst, akivel aznap szívesen beszélgetnétek. Azt gondolom, nagyon szép élményeink lesznek a héten. Már kapásból 3 név eszembe jutott, akiket szeretnék megkeresni, akikkel évek óta nem beszéltem telefonon, és mégis nagyon fontos részei az életemnek. Kérlek titeket, hogy hétfőtől péntekig minden nap találjátok egy olyan szemét, nézzétek végig a kapcsolatotokat, nézzétek végig a messenger neveket, vagy a telefon könyveitekben a neveket, és választhatok egy olyan szemét, akivel újra szívesen felelevenítenétek a barátságot, az ismertséget, eleve a kapcsolatot. Jó? Nagyon sok boldog perceket kívánok ezekhez a beszélgetésekhez. És szép napot kívánok, jó egészséget kívánok nektek. Sziasztok! Az online program a VECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00-04-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.